Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatej televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Fejlesztések Sárpilisen, a 90-es évek óta először történt útfelújítás a faluban. Okosdoboz, interaktív tanulási felület külhoni fejlesztését mutatták be Dombóváron. Jól haladnak a tudásközpont építésével Szekszárdon, év végére már a falak is állhatnak. Biztos megélhetés egy jó szakmával, egy hónapon át tartó nyílt napsorozat a Tolna megyei szakképzési centrumban. Két útszakasz újult meg. Az óvoda fűtésrendszerét korszerűsítették, illetve lecserélték a temető kerítését és kapuját Sárpilisen. Mindezt a Magyar Falu program keretein belül valósíthatta meg a település önkormányzata. Az ünnepélyes átadón Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett, aki elmondta, hogy a kormány fő céljai között szerepel a vidéki települések fejlesztése. Ünnepélyes keretek között újabb fejlesztéseket adtak át Sárpilisen. Az eseményen Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő úgy fogalmazott, hogy a körzetében ez a település az egyik legsikeresebb pályázatok szempontjából. Az egyfőre jutó támogatásnak a mértéke itt a legmagasabb. Az elmúlt 3 évben 11 olyan sikeres pályázat volt a település életében, amelynek köszönhetően közel 800 millió forintos beruházás valósult meg. Ezúttal a Magyar Falu programnak köszönhetően két útszakasz újult meg, több mint 24 millió forintból, utoljára a 90-es években történt útfejlesztés a településen. A falu óvodájának fűtés rendszerét is korszerűsítették, amely 23 millió forintba került, továbbá a temető kerítését és kapuját cserélték le, ennek összege pedig 10 millió forint volt. Horváth István elmondta azt is, hogy a kormány elhivatott a vidékfejlesztés mellett. Minden adott Sárpilisen, hogy egy komfortos, szerethető település maradjon, hiszen eddig is az volt, és mint egy a polgármester is mondta, az a cél, hogy Szekszárd kertvárosaként tudjon a jövőben is szerepet vállalni, és ami nagyon fontos még elmondani, hogy ez az a település, ahol legdinamikusabban növekszik a lakosságnak a létszáma. Az idei évben a Magyar Falu programban összesen 250 milliárd forinttal támogatta a magyar kormány a kis településeket. 10.767 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta összesen 987.199 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 131, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 32.645 főre emelkedett. 5.969 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 606-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.013.000-en kaptak. Tolna megyében 202 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta összesen 20.374-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Újabb szigorításokat vezetett be Magyarország kormánya a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében, jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Péntek éjféltől újra kötelező a szájat és orrot eltakaró maszkviselése a zárt terekben, tehát szombattól a bevásárlóközpontokba, egyéb üzletbe, levéltárba, múzeumba, színházba, moziba már csak maszkban lehet bemenni. A szolgáltatásokat végzők üzlethelyiségei akkor esnek korlátozás alá, ha rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak bent. Az 500 főnél nagyobb rendezvényeken csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehetnek részt, az egészségügyi dolgozóknak pedig kötelezővé teszik a harmadik oltást is. A szakemberek szerint a koronavírus negyedik hulláma november végén, december elején tetőzik majd. A dombóvári belvárosi általános és alapfokú művészeti iskolában az okos doboz külhoni tartalomfejlesztéséről tartott sajtótájékoztatón mutatták be a 2016-ban indított interaktív tanulási felület fejlesztését. 2020 nyarán született meg a gondolat, hogy a platformot bővíteni kell a határon túli magyar régiók értékeivel, amit ezáltal a magyarországi diákok is megismerhetnek játékos formában, illetve a határon túl élő fiatalok is jobban megismerhetik anyaországuk értékeit, betekintést nyerhetnek a magyar oktatás ismeretanyagába. Kisd el, János bemutatkozó kártyáját, a kártyára az igaz állításokat.
Játék a tanulás. Ez a jelmondata a 2016-ban indított Okosdoboz interaktív oktatási felületnek, amely most 600 kérdés sorral bővült. Közel 50 külhoni gyakorló pedagógust vontak be a fejlesztési munkába, aminek köszönhetően az ingyenes felület ma már ezzel a tartománnyal kiegészítve érhető el. A sajtótájékoztatón, ahol elsőként került bemutatásra ez a fejlesztés, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, hogy ezzel a feladattal munkájának mindkét aspektusa összeért, hiszen egy olyan fejlesztésről van szó, melyben jelentős szerepet vállalnak a külhoni magyar oktatás képviselői, valamint a nemzetpolitikai államtitkárság kollégái. A járvány idején azt vették észre a fejlesztők, illetve azok, akik az okosdoboz kialakították, hogy egyre több feladat megoldás jön határon túlról. Először csak 5%-nyi körül, most már több mint 10%. És innen is jött az ötletük, és kerestek meg bennünket, hogy ezt a fejlesztést csináljuk úgy meg, hogy még inkább vonjuk be a határon túli magyar pedagógusokat, illetve gyerekeket, felhasználókat, mégpedig úgy, hogy az adott régiókra vonatkozó feladatok is jelenjenek meg. A továbbfejlesztett okosdoboz interaktív tanulási felület a kor minden elvárásának megfelel. A jelenlegi adatok szerint már több mint 46,5 millió megoldott feladatnál tart a digitális oktatási felület. Az élményközpontúság, az alkalmazhatóság, a maradandó tudás megszerzése volt az elsődleges cél a tankönyv független digitális taneszköz megvalósítása során, hangsúlyozta Szűcs Dóra ügyvezető. A feladatoknak a gerince, mindig azt szoktam mondani, ez a mindenkori nemzeti alaptanterv. Tehát a témaköröket mindig az alaptanterv határozza meg, és egy nagyon nagy csapattal dolgozunk együtt. Igazából az első 14 ezer feladatnál 200 tanárral dolgoztam együtt. Az elmúlt időszak rávilágított arra, hogy szükség van az okosdobozra és az ehhez hasonló felületekre, ami az online tanulásban ismétlésben lehet a diákok segítségére, akár felnőtt felügyelet nélkül. Január 1-től a 25 év alattiaknak nem kell személyi jövedelemadót fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha dolgoznak, akkor több pénzt vihetnek haza, tehát a nettó jövedelmük meg fog emelkedni. Erről Novák Katalin beszélt a Facebookon közzétett videójában. A családokért felelős államtitkár azt is elmondta, hogy jelenleg másfélszer annyi fiatal dolgozik, mint 10 évvel ezelőtt, akár még a tanulmányai mellett is. Őket szeretnék segíteni ezzel az intézkedéssel. Személyi jövedelemadót jövő év január 1-től 25 év alatt egyáltalán nem kell fizetniük a bruttó nemzetgazdasági átlagbérig, ami most megközelítőleg 400 ezer forint. Eddig tehát adómentesek maradnak, ez körülbelül egy 22%-os emelkedést jelent az ő nettó fizetésükben. Ezen keresztül is arra biztatjuk a fiatalokat, hogy dolgozzanak, ebből minél többet tudjanak félretenni, hogy aztán, amikor családalapításra kerül a sor, akkor erre és a családtámogatásokra támaszkodva tudják elkezdeni valakivel a közös életüket. Jó ütemben halad a Szekszárdi Tudásközpont építkezése, mondta el stábunknak Böhm Tibor, a kivitelező cég főmérnöke. Elkészültek a mély alapozással, jelenleg pedig a vasbetonlemezeket rakják össze a szakemberek. A Modern Városok program keretén belül elnyert támogatásból egy bruttó 3100 négyzetméter alapterületű közösségi tér és interaktív központ épül, melyet a tervek szerint 2023. áprilisában át is adnak majd. Itt hamarosan a könyvek uralják majd a teret, ugyanis az itt épülő tudásközpont ezen részén a levéltár és a könyvtár kap majd helyet. Erre azonban egy kicsit még várni kell. Böhm Tibor, a kivitelezést végző ZAEV ZRT főmérnöke úgy nyilatkozott, jobban haladnak a munkákkal, mint tervezték. Reméli, így is marad, de az egyik legfőbb ellenségüket, az időjárást nem tudják kiszámítani. A novemberi munkafolyamatok során elérkeztünk egy új fázishoz. Teljesen elkészült a mély alapozás. Tehát a mínusz 8 méteren kész van az alap. Jelen pillanatban a vasbeton lemezek készülnek. Három ütemben készül el, 400 köbméter, 300 köbméter, 400 köbméter. Úgy gondolom, hogy jó ütemben halad a munka, hogyha ha tél engedi, akkor nagyon jó időben, jókorán fog készülni a szerkezet. A nem mindennapi központot a Modern Városok program forrásaiból valósíthatják meg Szekszárdon. A beruházás előre láthatólag bruttó 7,7 milliárd forintba kerül, mely már a tartalék keretet is tartalmazza. Az épület 60%-át a levéltár és a könyvtár foglalja majd el, a fennmaradó 40%-ot pedig a közösségi tér, amit a legmodernebb eszközökkel szerelnek fel.
Jelenleg a kivitelezők nem csak az építkezés precizitására figyelnek oda, de a biztonság ellenőrzése is fontos a munkának ebben a fázisában. 65 fő dolgozik, szerkezetépítők vannak, és a pilléreket készítik elő, illetve a mély alapozás tetején a tölőfejeket réselik le, és itt vannak az akusztikus mérések, akik mérik a mérők, akik jelen pillanatban mérik a pilléreknek a terbíró képességeit egy szonárral. A következő hetekben több olyan nap is lesz, amikor sötétedés után is dolgoznak majd a területen. Az épület falai a tervek szerint már 2021 év végére állni fognak. Különleges bemutatókkal tarkított nyílt napot szervezett a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Vályi Péter szakképzőiskola. A Tamásiban található intézményben még lehet jelentkezni. A szakképzési centrum egy hónapon át tart hasonló programokat a megyében. Pincértanulók tartottak bemutatót pályaválasztás előtt álló 8-os diákoknak Tamásiban a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Vályi Péter szakképzőiskola aulájában. A nem mindennapi eseményre az intézmény nyílt napi alkalmával került sor. A szakképzési rendszer jelenlegi struktúráját mutatja be, az ágazataink jelesül, a kereskedelem, a turizmus vendéglátás, a gépészet és az építőipar mutatkozik be fél-fél órás blokkban, kompetencia babák segítségével, díszterítéssel, termékkóstoltatással, egy vendéglátósok életéről szóló repszámmal. A Tolna megyei szakképzési centrum 8 iskolája egész novemberben egy hónapon át várja a nyílt nap sorozattal a pályaválasztás előtt álló diákokat. A kezdeményezés célja, hogy segítsék a 8-os diákokat abban, hogy helyesen döntsenek az életük alapvetően befolyásoló pályaválasztással kapcsolatban. Nagyon nehéz helyzetben van ma egy 8-os, mert heteken, hónapokon belül meg kell hozza az élet egyik legfontosabb döntését, azt, hogy melyik középiskolában folytatja a tanulmányait. És ez nem csak érzelmi kérdés, ez a jövőről szól. Én azt gondolom, ehhez az egyik legjobb lehetőség az, hogyha konkrétan bepillantanak az iskolák életébe. A diákok idén december 3-áig adhatják be jelentkezéseiket a központi felvételi vizsgára. Ezt közvetlenül abban az intézményben kell leadni, ahol a gyerekek meg szeretnék írni a tesztet. Csütörtöktől kötelező a maszkviselés annak, aki belép a Babits Mihály Kulturális Központba. A növekvő koronavírus esetszámok láttán a szakhatóságokkal történt egyeztetést követően döntöttek így, közölte Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója. A vezető megítélése szerint ahhoz, hogy az év végéig meghirdetett programterv lebonyolítható legyen, szükség van a védekezés olyan formájára, mely a korábbiakban is sikeresnek bizonyult. Nagy szerencsékre itt a Babits Mihály Kulturális Központban is néhány kivételtől eltekintve második-harmadik oltással is rendelkezik valamennyi dolgozó. A kötelező oltás elrendelése viszont ugye nem saját kompetencia, ezt egyrészt kormányzati döntés, másrészt a fenntartónak a mérlegelése alapján lehet bevezetni, úgyhogy természetesen mi is minden nap konzultálunk, illetve figyeljük az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, és annak megfelelően fogunk eljárni. Közel egy hónapon át tartó adventi programsorozat kezdődik el hamarosan Pakson. November végétől egészen december 19-éig különböző koncertekkel, gyerekeknek szóló eseményekkel, különleges ételekkel és forralt borozási lehetőséggel várják az érdeklődőket az atomtéren. Mindemellett a rászorulókra is gondoltak a szervezők, így ruha és cipős dobozgyűjtési akciót hirdettek. Épp a részleteket beszéli meg a helyszínen a város polgármestere és a kulturális központ igazgatója. A napsütésben itt még az őszi színekben pompázó atomtér látható, de hamarosan adventi hangulatba öltözik a paksi lakótelepi központ. Idén a bő egy évvel ezelőtt átadott új közösségi téren rendezik meg a karácsonyi programsorozatot november 28-ától december 19-éig. Úgy lett kialakítva maga a tér, hogy rendezvények tartására alkalmas, tehát a különféle technikai berendezések a föld alá kerültek, így a színpadhoz vezető kiállásokban sem bukdácsol az ember, azon túlmenően pedig akadálymentesített az egész tér. Az elmúlt években a Városháza előtti téren zajlott az advent. Idén az Atomtér 4 hetes program sorozatán Tóth Andi, Szulák Andi, Feke Pál, Janicsák Veca és még számos neves fellépő mellett a helyiek is bemutatkoznak. A gyerekeket az Alma Együttes, a Fülemüle Zenekar és a Kicsi Gesztenye Klub szórakoztatja. A jókedvről még Mikulás Kommandó, adventi kuckó, kincskereső játékok, motoros Mikulások gondoskodnak. A téren felállított faházakban karácsonyi ajánlások
ajándékok mellett forralt bor, kürtös kalács, kemencés lángos is várja a látogatókat. Rászorulók részére pedig ruhákat, tartós élelmiszert, gyermekjátékokat is gyűjtenek. Önkormányzattal közösen egy Adni jó elnevezésű kezdeményezést, illetve egy kezdeményezés ennek a folytatását tűztük ki célul, egy ruhagyűjtési akciót, illetve egy cipős doboz gyűjtési akciót hirdettünk. Az adventi udvarba nem kell védettségi igazolvány. A részletes programfüzetet a paksiak hamarosan a postaládájukban is megtalálják. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Kormányzati támogatással épült munkásszálló, 80 férőhelyes a Bói épület együttes. Munkaügyekben segítenek, 22 helyszínen érhető el a dél-dunántúli jogpontok. Közös jövőt ígért, de csak a pénzre ment, 100 000 forinttal károsította meg a hiszékeny nőt a csaló. Egy új 80 férőhelyes munkásszálló épült fel Bójban. A Baranyai településen kialakított létesítmény a 21. századnak megfelelő körülményeket biztosít a helyi és környékbeli munkavállalóknak. A most átadott három lakóépület mellé egy negyedik objektum is kerül, ahol egy közösségi tér, betegszoba és akadálymentesített lakrész kap majd helyet. Új munkásszállás épült Bójban. A beruházás elkészült épületeit most adták át. A Baranyai városban nagy szükség volt egy ilyen létesítményre, hangzott el az eseményen. A település ugyanis mintegy 4000 lelket számlál, közülük 1400-an dolgoznak nap mint nap a megyében az elsők között kialakított ipari parkban. Amelyek a Bói önkormányzat régi hosszú távú fejlesztésének az eredménye, hogy ilyen típusú lehetőséggel tudott élni. A kormány támogatásával közel 300 millió forint értékben, amelyet a kormányhivatal biztosított a Bói önkormányzatnak, tudott felépülni ez az objektum. Közel 80 ember fog tudni majd itt munka után pihenni. Az eseményen részt vett a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár is, aki elmondta, hogy napjainkban 4,7 millió munkavállaló él Magyarországon. Bodó Sándor kiemelte, hogy a veszélyhelyzet legnehezebb időszakában a Bói régióban 20 ezer álláskereső volt, most ez a szám lecsökkent 12-13 ezerre. A város egy picit más, meg a környező települések egy picit más mutatószámot mutatnak, hiszen itt azért Bójon a ipari parknak is köszönhetően, és hát jó néhány helyi beruházásnak köszönhetően sokkal kedvezőbbek az adatok. Az országos átlagot a járás ugyan meghaladja munkanélküliségi szempontból, de maga a város ezt kiválóan tud teljesíteni. Az ünnepélyes átadón kiemelték, hogy még a Mohácsi határkikötő és Dunahíd kivitelezési munkálatai előtt jelezték ezek a vállalkozások, hogy Bójban az új szálláson szeretnének lakrészt bérelni. Emellett még több más településről is érkeznek munkavállalók a városba. Az embereket, a dolgozókat is ki kell szolgálni, mert egy ilyen helyre, ahol 1400 ember dolgozik, a foglalkoztatottak egy része máshol is, nem csak a környékről jön ide, nyilvánvalóan szálláshelyek kellenek ezeknek az embereknek. Tehát itt igenis van létjogosultsága annak az állami programnak is, amikor az ilyen szálláshelyek létesítését ösztönzi. A munkásszálló egyébként még nincs teljesen kész. A már meglévő három épület mellé ugyanis még egy negyediket is építenek, ahol egy közösségi tér, betegszoba és akadálymentesített lakrész kap majd helyet. Ezekkel a munkálatokkal várhatóan 2022 tavaszára készülnek el. Főként munka- és társadalombiztosítási jogi kérdésekben keresik fel az érdeklődők a dél-dunántúli jogpontokat. Egy uniós pályázatnak köszönhetően a Munkástanácsok Országos Szövetsége indította ezt a programot, ahol tanácsadással segítik az ügyfeleket. Az anonim szolgáltatás országszerte 135, a régióban pedig 22 helyszínen érhető el még december 31-éig. A Munkástanácsok Országos Szövetsége által létrehozott jogpontok nyújtanak segítséget azoknak, akik a munkavilágában tanácsadásra, jogi tájékoztatásra szorulnak. A szolgáltatás egy gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében valósulhatott meg Magyarországon. A szakemberek az ország számos pontján adnak tájékoztatást, nyújtanak jogi ügyekben segítséget. A munkánk nagy részében munkajogi, kisebb részében társadalombiztosítási kérdések merülnek föl, illetőleg
személyes ügyfélfogadásokon témára tekintet nélkül senkit sem szoktunk elküldeni, ezzel is segítve gyakorlatilag ugye az állampolgároknak az egyéb olyan igényeit, kérdéseit, amik nem szigorúan a jogterülethez kapcsolódnak, de mi is ott vagyunk munkaidőben, jogászok vagyunk, ezzel foglalkozunk, és tudjuk őket segíteni, akkor igyekszünk. Emellett cég és adójogi kérdésekben is kérhetnek tájékoztatást az ügyfelek. A dél-dunántúli régióban még számos ponton felkereshetik a szakjogászokat, összesen 22 településen. Erről a www.jogpontok.hu honlapon tájékozódhatnak. Hogyha bármi esetlegesen közbejön, betegség vagy vírushelyzet miatt ugye korlátozás volt erre is például, minden ügyfélfogadási időpontnak a pótlásáról gondoskodunk, tehát ez valamikor valamilyen időpontban megtörténik, tehát ugye a projekt keretében megvalósított ügyfélfogadási órák azok hál' Istennek eddig mindig megtartásra kerültek, körülmények ez adta a lehető legrövidebb megvalósulási időn belül. Akinek segítségre van szüksége ilyen jellegű kérdéskörökben, még december 31-ig felkeresheti a Baranyában működő 8 iroda valamelyikét. Országszerte pedig további 135 helyszínen várják a szakemberek az érdeklődőket. A tanácsadás anonim, a szakemberek nem tárolnak és nem használnak fel adatokat. Már az első személyes találkozón sikerült annyira a sértett bizalmába férkőznie annak a pécsi csalónak, hogy önszántából adta át bankkártyáját és PIN-kódját neki a pórú járt nő. A hiszékenysége miatt 100 000 forinttal lett kevesebb a számláján. Az ügyészség a napokban élt indítvánnyal az ügyben. Egy társkereső oldalon a neten ismerkedett meg a vádlott pécsi férfi azzal a nővel, akinek már az első találkozáskor közös jövőt ígért, mikor elutazott hozzá. Az oroszlányi nőnek azt mondta, kertesházban él, a Baranyai megyeszékhelyen, független, állandó jövedelemmel rendelkezik. Költözön hozzá, legyenek élettársak. A vádlott megígérte azt is a nőnek, hogy a költözködéshez szükséges fuvart azt meg fogja szervezni, ehhez azonban szüksége van a nőnek a bankkártyájára és az ahhoz tartozó PIN-kódra is. A nő megbízott a férfiban és bízott a közös jövőben, ezért a bankkártyát a PIN-kóddal együtt átadta a vádlottnak, aki még ezen a napon több mint 100 000 forintot levett a bankkártyához tartozó bankszámláról. A vádlott jogtalan haszonszerzés érdekében tévedésbe ejtette ezt a nőt. Ugyanis állításával szemben házasságban élt, jövedelemmel, állandó munkahelyjel, saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezett. Nem tervezett a sértettel közös jövőt. Célja kizárólag az volt, hogy hozzájusson a bankkártyához és megszerezze a rajta lévő pénzt. A férfi beismerő vallomást tett, az ügyészség javaslattal él az ügyben. A pécsi járásbíróság büntetővégzés alkalmazásával felfüggesztett fogházbüntetés szabjon ki a csalást elkövető férfival szemben. 2 év adható ezért a csalásért a törvény szerint. Az ügyészi javaslat elfogadásával tárgyalás nélkül zárulna az ügy a felfüggesztett börtönbüntetéssel. Egyébként a sértett nő 58 éves, a csaló férfi pedig 53. Így a korkülönbség nem, csak a hiszékenység játszott szerepet abban, hogy a nő átadta bankkártyáját és PIN-kódját az első személyes találkozáskor. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden. Fejlesztések Sárpilisen, a 90-es évek óta először történt útfelújítás a faluban. Okosdoboz, interaktív tanulási felület külhoni fejlesztését mutatták be Dombováron. Jól haladnak a tudásközpont építésével Szekszárdon, év végére már a falak is állhatnak. Biztos megélhetés egy jó szakmával, egy hónapon át tartó nyílt napsorozat a Tolna megyei szakképzési centrumban. Pénteken túlnyomó részt erősen felhőségbolt lesz jellemző, de csapadék nem, vagy csak csekély mértékben várható. A nap során országszerte felszakadozik, csökken a felhőtakaró, éjszaka csillagfényes idő valószínű. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!